Capexedbe az nincs olyan összeg, nincs olyan hatékonyságú, mint amit maga az önkormányzatok szednek be. Ez is azt indokolja, hogy a törvényjavaslatot el kell fogadni, és még egyszer mondom, a belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára mondom azt, hogy a kormány ezt a képviselő indítványt ezáltal támogatni fogja. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár úr felszólalását, és megadom a szót Bóka Istvánnak, a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság előadójának 5 perces időkeretben. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! A Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság megtárgyalta, hát ha jól nézem, akkor a tegnap ülésén a TÉPER 284-es számú törvénymódosító indítványt. A bizottság javasolt a tárcsorozatba venni nagy többséggel ezt a törvénymódosító indítványt, és döntött az általános vitára való alkalmasság kapcsán 19 igen és 4 tartózkodás szavazattal, tehát ellenszavazat a bizottsági vitában nem volt. Január 1-én lépett hatályba az a törvénymódosító indítvány, amit most vissza fogunk módosítani. Már akkor nem értettük néhány hónappal a országgyűlési választásokat megelőzően, hogy egyáltalán miért van szükség az iparűzési adó központosítására, az AFEK által történő beszedésére. Nem értettük azért sem, mert valamennyi települési önkormányzat és valamennyi érdekszövetség nem értett egyet a kormány ez irányú javaslatával. A vitában elhangzott, hogy a helyi iparűzési adó beszedése az sokkal hatékonyabb akkor, hogyha az iparűzési adót a települési önkormányzatok szedik be az APEC-kel szemben. Ezért is támogatta a Számvevőszéki Költségvetési Bizottság ezen törvénymódosító indítványt. Elhangzott még a többség részéről, hogy sokkal megértőbben, sokkal életszerűbben tudnak viselkedni saját vállalkozóikkal kapcsolatban a helyi iparűzési adóval való ügyintézés kapcsán a települési önkormányzatok adóhatóságai, mint az APEC dolgozói. Ezért is fontosnak tartottuk azt, hogy július 1-ét követően ismét a települési önkormányzatok adóhatóságai szedjék be az iparűzési adót. Az ellenzéki képviselők az MSZP részéről volt 2 kérdés, mégpedig, hogy mire alapozza az előterjesztő azt, hogy hatékonyabb az iparűzési adó beszedése a települési önkormányzatok adóhatósága által, mint az APEC által, illetőleg mire alapozza azt, hogy valamennyi érdekszövetség támogatja ezt a most benyújtott módosító indítványt. Az előterjesztő azt gondolom, hogy mind a két felvetésre megnyugtató választ adott. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megadom a szót Gerencsér Attilának, az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság előadójának, szintén 5 perces időkeretben. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az Önkormányzati Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és az itt elhangzott vélemények nagyjából ott is elhangoztak. Mind, amit a kormány elmondott, mind, amit az előterjesztő, mind pedig az előttem szóló, aminek nagyjából az a lényege, hogy a települések örülnek, hogy végre lehetőségként visszakapják azt, ami korábban a joguk volt. A település vezetők örülnek annak is, hogy a településükön a gazdasági folyamatokat ennek köszönhetően jobban láthatják. Kifogásként egyedül az MSZP részéről az hangzott el, ami itt is megint elhangzott előttem, hogy a hatékonyságra milyen indokaink vannak, a hatékonyság csökkenésére, és ugyanúgy, ahogy itt is elhangzott, a bizottság elnöke válaszként elmondta, amit a kormány jelenlévő képviselője, miszerint az illetékhivatalok megyei önkormányzatoktól való elvétele rossz tapasztalatokat mutat. Ezzel együtt, vagy ezek után a bizottság egyhangulag támogatta az általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm szépen. Megadom a szót 2 perces hozzászólásra Apáti Istvánnak, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim!
Hát most szerencsére pontosan ellenkező a véleményem, mint néhány perccel ezelőtt. Végre egy javaslat, amivel egyet tudunk érteni. Ráadatlan állapot az valójában, amit az MSZP-SZDSZ vezetett be, miszerint a helyi iparüzési adót az állami adóhatóságnak kellene beszedni, és több egyéb tétet, mint a bizonyos bírságokat, pedig ahelyett, hogy az állami adóhatóság szedné be, ki van szervezve, és oda van tolva, oda van lökve a helyi, az önkormányzati adóhatóságok feladatkörébe. Tehát ezt valóban helyre kell pakolni. Örvendetes, hogy lehetősége lesz az önkormányzatoknak arra, hogy a helyi iparüzés adót ezután is maguk szedjék be, illetve arra is megkapják a lehetőséget, hogy amennyiben számukra ez kedvezőbb, akkor az APEC-nak keletkezik egy szerződés kötési kötelezettsége, és az APEC láthatja a végrehajtási feladatokat. Megjegyzem, ez a kisebb önkormányzatoknak kifejezetten kedvező lehet, hiszen általában személyállomány hiány vagyunk, vagy egyszerűen nincs pénz arra, hogy újabb-újabb munkerőt vegyünk föl, és itt óriási segítséget jelenthet az, hogyha az állami adóhatóság besegít. És szeretném önöket már most így gondolatébresztőként arra felkérni, hogy ne álljunk meg félúton, már nem a helyi iparüzési adó, hanem egyéb jogszabályok keretében gondoskodjunk arról, hogy például a közigazgatási bírságokat, vagy bizonyos egyéb például szabálysértési eljárásokban kiszabott pénzbírságokat ne feltétlenül, vagy lehetőség szerint ne az önkormányzati adóhatóság szedjen be, hanem ezzel a feladattal az állami adóhatóságokat bízzuk meg, hiszen általában ezzel vagy ehhez kapcsolódóan a települési önkormányzatok jegyzőinek, és megint mondom, minél kisebb egy település, annál inkább igaz ez, nincs megfelelő apparátusa, és nem tud elegendő időt és energiát erre fordítani, emiatt nagyon sok tétel behajtatlan marad, ami meg nem érdeke egyikünknek se. Tehát ezt a törvényjavaslatot jelen formájában támogatni tudjuk, és hadd mondjam el önöknek tanulságként, hogy lám lehet ezt így is csinálni, tehát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, és hogyha ilyen stílussal találkozom, mint az általános vitát, most nem zárjuk le, és még lehetőségünk a módosító indítványokat benyújtani, akkor nyilván a mi viszontválaszunk hangneme, tartalma és forma is ennek megfelelő lesz. Köszönöm. Két perces reagálásra megadom a szót Kupcsok Lajosnak, a Fidesz képviselőjének. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, egy hiánypótló és példaértékű indítvány van előttünk. A 2010. január 1-től hatályos szabályozás sérti az önkormányzati szabadságjogot, érdeksérelmet okoz az önkormányzati alapjogokban, és ellentétben áll az önkormányzati önállósággal. Az önkormányzati önállóságnak alapja a stabil gazdasági háttér, márpedig a helyi iparűzési adó az önkormányzatok saját bevételeinek legjelentősebb lokomotívja. A tervezett szabályozás csökkenti az adóelkerülés lehetőségét, növeli a végrehajtás hatékonyságát, elősegíti az adóbehajtás optimalizálását. Alapelve, hogy az önkormányzati jellegű feladatokat az önkormányzat, állami jellegű feladatokat az állam lássa el. Novumokat is találhatunk az indítványban. Az idéglenesen iparűzési tevékenységet folytató vállalkozónak a tevékenység kezdetekor az önkormányzati adóhatóságnál egyfelől be kell jelentkeznie, másfelől az idéglenesen végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról a tevékenység befejezési napját követő 15. napig bevallást kell készíteni. Lényeges az is, hogy védi az önkormányzatokat és az intézményeiket is, hiszen az APEC nem engedményezheti más behajtó cégeknek az önkormányzattal és az intézményeivel szembeni követelést. Az indítványnak lényeges eleme, hogy a helyi tevékenységhez tapadó adókról helyben döntsenek. Épít arra az előnyre is, hogy az önkormányzat közvetlenebb kapcsolatban áll a helyi vállalkozókkal, rugalmasabban jár el, tárgyalásos úton tudja a kérdéseket rendezni, és épít arra a vállalkozói felismerésre, hogy a helyi pénz helyi fejlesztésre megy, akkor helyben hasznosul. Fő novuma ennek az indítványnak a végrehajtás erősítése. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az előző kormány lemondott a saját maga többsége által hozott törvény ellenére a kistérségi végrehajtói jószolgálat létrehozásáról. Ez a 2004. évi 140-es törvény tette lehetővé. Az indítvány a közigazgatás leggyengébb láncszemén a végrehajtáson kíván javítani. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt országgyűlés, most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót 15-15 perces maximális időkeretben. Elsőként Zombor Gábor, Fidesz jelentkezett. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Ezen a késői órán egy számunkra nagyon fontos ügyben
folytatjuk rá az általános vita első részét, és engedjék meg, hogy előterjesztőként, illetve azoknak a tárgyalásoknak a résztvevőjeként, ami az előző törvénymódosítás, ami az előző kormány idején történt, néhány momentumáról is beszéljek, ugyanis amikor ez a törvénymódosítás elénk került, akkor értetlenül kérdeztük, hogy miért és mi oka van ennek. Volt egy szép emlékű államtitkár, úgy hívták, hogy Katona Tamás, aki az önkormányzati szövetség ülésen néhány körmondattal, de gyakorlatilag azt mondta, hogy csak. És akkor kérdeztük, hogy mit tegyünk ilyenkor, az önkormányzatok mit csináljanak, amikor véleményük szerint alkotmányos jogukban sérülnek, illetve a gazdálkodásuk veszélybe kerülhet, hiszen a kiszámíthatóság jelentősen sérül. Az is felmerült akkor, hogy hogyan gondolja az akkori kormány azt a tényt, vagy azt a problémát megoldani, hogy a helyi önkormányzatok szabják ki, állapítják meg ezeket az adókat, és mit fognak akkor tenni, ha egy önkormányzat azt mondja, hogy ő nem szeretné, hogy az Apex szedje be ezt az adót, és az átlagos 2%-ról 0%-ra csökkenti az iparűzési adót, és mondjuk más néven vet ki ilyen típusú adót. Erre az államtitkári válasz az volt, hogy majd azt is az APEC fogja beszedni, majd egy újabb törvénnyel. Tehát akkor is egyértelmű volt, hogy ennek a döntésnek a háttere az nem a hatékonyság növeléséről, vagy az önkormányzatok válláról a teher levétele volt, hanem valami egészen más dolog. És a költségvetési törvényben utána meg is találtuk ezt a választ, hiszen ott egy olyan rendelkezés is elfogadásra került, amelyből kiderült, hogy ezeket a pénzeket, ami a iparűzési adóból az APEC számlájára kerül, ezt a központi költségvetés átmeneti pénzgondjainak enyhítésére mozgatni lehet. Tehát ez azt jelentette volna a szocialista kormányzat idején, hogyha éppen megszorul a költségvetés, akkor az önkormányzatoknak járó összegeket azt valamilyen módon mozgatják, és egyáltalán nem volt biztos az, hogy ez eljut az önkormányzatokhoz. Természetesen a mostani kormányról ilyet mi nem feltételezünk, azonban szeretnénk, hogyha a gazdálkodásunk kiszámítható legyen, és megfelelően tudjunk tervezni. A másik mindig felmerült a hatékonyság kérdése, hogy mennyiben jobb az önkormányzatok vagy az állami adóhatóság beszedési hatékonysága. Néhány adatot szeretnék önöknek elmondani. Ugye már az állami számvevőszék is 2009. decemberében megállapította, hogy az állami adóhatóságnál igen magas a tartozások elévülési kockázata, és a hátralék állomány összege is egyre kedvezőtlenebből alakult. Tényadatok támasztják el, hogy az önkormányzatoknál 7-8%-os hátralékot kezelnek. Az általam vezetett városban ez 5,84%, az állami adóhatóságoknál ez az arány 15-18%-os, tehát több mint kétszerese. A vitában már elhangzott, hogy egy önkormányzatnak a helyi gazdasági stratégiája elkészítésekor, illetve annak végrehajtásakor a helyi adópolitika kialakítása.